A Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kézilabda szövetség 2015 után második alkalommal rendezte meg a Junior Kupa utánpótlás tornát, azzal a céllal, hogy két lány, illetve két fiú korosztály képviselői mérhessék összetudásukat. Kisvárdán a Városi Sportcsarnokban és a Szent László Gimnázium csarnokában, valamint Gyulaházán 26 együttes lépett pályára. A magyar csapatok mellett szlovákiai, romániai, ukrajnai és lengyel együttesek fogadták el a szervezők meghívását. Péntektől vasárnapig összesen 43 mérkőzést láthattak az érdeklődők. Három olyan nap van mögöttünk, ami nagy élményeket adott a gyerekeknek és nekünk is. Örülünk, hogy sikeres volt, és maguk a mérkőzések is magas szakmai színvonalnak feleltek meg. A 26 csapat közül mindenki eljött, Lengyelország egy kicsit késve érkezett, de hála Istennek, hogy az útviszonyok ellenére is megérkeztek hozzánk, és mondhatjuk nyugodtan, hogy a gyerekek itt nagyon jól érezték magukat. A megyét két csapat képviselte a tornán. A junior lányoknál a nyíregyházi költségdíjas a negyedik helyen végzett. A junior fiúknál a kisvárdai KC a döntőben szenvedett vereséget a mezőkövesdi KC-tól, így ezüstérem került Olá Barnabás tanítványai nyakába. Akik ide jöttek, elég színvonalas mérkőzést láthattak. Úgy gondolom, hogy nagyon jó iramú felkészített csapatokat láthattak itt, akik kilátogattak. Mind a két részen a védekezés dominált az első fél időben, a második fél időben az ellenfélnek a támadó játéka sokkal jobb volt, mint a miénk. Úgy gondolom, hogy tisztességgel helytálltak a srácok, tehát így elégedett vagyok ezzel az eredménnyel. A serdülő lányoknál a Balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia csapata, a serdülő fiúknál a Kecskeméti Sportiskola együttese, a junior lányoknál pedig a szlovákiai Juventa Mihalovce végzett az élen. A szervezők minden korosztályban díjazták a gólkirályt, a legjobb kapust, valamint a legjobb határon túli, illetve magyar játékost és a torna válogatottjába beválasztott kézilabdázókat.